Na gyerekek! Nem tudom, tudjátok-e, de kezdenek a hullámok így a fejem fölött. Legalábbis van egy érzésem, hogy én már lehet, hogy nem is olyan sokáig. Elnézést kérek a tanár úrtól. Tiszteltem az órát, tiszteletem, halászeltes. Nagyon nagy problémák vannak. Elnézést, hogy ezt így az osztály előtt kell, hogy közöljem. Hát jó lenne, hogy ki tudnánk egy pillanatot. Tessék, akkor foglaljunk helyet itt. Az irodában, tessék, csak tessék. De ez nem a piroda. Nem baj, most akkor ezt így is el tudjuk rendezni. Csak azt szeretném közölni, hogy bizonyos szakfelügyelői jelentése. Nagyon elmarasztalulak jelentették, hogy ezek az orosz és magyar órák nagyon alacsony színvonalon zajlanak. Azokban az osztályokban, ahol tanítani tetsz. De ez még nem lenne baj, egyszerűen vannak kevésbé egységes tanárok, ez még nem probléma volt már ilyen a történelemben, de sajnos az a destruktivitás, amit képvisel bizonyos helyzetekben, az iskolán kívül, de mégis az osztálya, színházba járás, múzeumba járás után. Tudnál ilyen szót mondani esetleg? Jó. Miért kellett a hárspa borozóban? Nem akartam beadni is helyen a gyerekekkel. A színház után a színház is tulajdonképpen a lényeli mellékhelyet láttuk. Szerettem volna, hogy azt a hangulatot a színház. Hát a színház ezt nem teremtette meg ezt a hangulat? Csak nem akartuk hirtelen akkor. És a csontvári kiállítás után? Miért kellett a sörőzőbe kikötni? Budán? Magányos szélrusok? Az volt nyitva. Nem akartam be mínusz 20 fokba átcsorogni az utcán. Hát igen, valóban a közlekedés van mit fejleszteni szocialista a kormányunknak, de hát azért mégiscsak ez rombolás. Tehát a gyerekek egyáltalán nem ittak, csak én. Az pont elég, hogyha ilyen példát látnak maguk előtt. Ilyenre nem bízhatjuk a jövő nemzedék, a jövő szocialista társadalmát nemzedékének a felnőtését. Nem lehet. Azt hiszem ezen is tisztában van. Világos, nem? Maga az igazgató. Hát én is, hát nézve nekem is jelentelek. Tehát én is meg vagyok kötve. Engem is figyelnek, fölülről, alulról, mindenhol. Úgyhogy ha nem is érzékeny, de nagyon gyors búcsot kell venni, azt hiszem egymásra. Jó? És én a jövőre nézni azt ajánlom, hogy ezekkel a módszerekkel máshol se próbálkozzon, mert valószínűleg hasonló fogadtatásban is, elbírálásban lesz része, honnan fölülről. Lehet, hogy még nem érette a mi társadalmunk az ilyen szabad elhivatkozásokra. Azt kérhetném igazgató elvtársunk, legalább ezt az évet várjuk. Hát igen, végül is május van, de hát azt se tudom, hogy a maga érettségiző osztály egyáltalán le tud-e érettség. Ez blam. Az egész fővárosban ez egy irtózatos nagy blam, ahogy van 34 ember, aki semmit nem. Ellenben kocsmába járnak, múzeumba járnak, színházba járnak. Bocsánat, igazgató eftes, de ezzel vitatkoznunk kell. Nem, hogy a legrosszabbak, a leges legjobb osztály magasan. Tehát magasan az én osztályom a legjobb. Miben az alkohol? Menjél le, legyél kedves, menjél le a tanári szobába, és vedd el az osztályzónaklókat, és nézd meg az osztályoknak az átlagát. Hát, ez elég szomorú lenne, hogyha ezt
tenném, de nem baj, ezeken a részleteken nem jutatkozzunk akkor. Nem, aki mesélt neked, ezt véletlenül nem tudta. Ez egy megfogható dolog. Most azért, mert én nem tudok itt lenni minden nap ebben az iskolában, pártvonalon történő. Nagyon fontos és nélkülözhetetlen tevékenységem ebben megakadályoz, azért még szeretném kézben tartani az iskolát. Igen, jól sejtett, pártvonalon jött az értesítés, hogy nem lehet tovább. Ez engem. Köszönöm. Én is köszönöm. És tényleg minden jót kívánok a jövőre nézve, de azt hiszem változtatni kell bizonyos számkéret. Nincs harag. Tényleg, ez egy... Tehát a gúgjai szándékból elkövetett. Vegyük úgy, jó? Ez csak pillanatnyi üzemzavarnak látszik.